A lövészetet megelőzően a Pápai Judo Akadémián 4-60 perces küzdősport gyakorlati foglalkozás várt a közgázos diákokra, akik a lövészetet is legalább annyira élvezték, mint a cselgáncsórákat. Somogyi Katalin a program instruktora örömmel mesélte, hogy a tanulók szívesen vesznek részt a különböző képzésekben. Túl vagyunk már a küzdősport gyakorlati foglalkozáson, a mieink elmentek judózni, és hát most meg lehetőségünk nyílik arra, hogy itt kipróbálják a lövéssportot a mieink. Tavaly is voltunk már lőni, nagyon köszönöm az első magyar polgári lőegyletnek, hogy ennyire aktívan együttműködőek mi velünk. Ami még vissza van a pályázatot megvalósító programok közül, egy gyalogtúra, egy 17 kilométeres gyalogtúra, egy airsoft lövészet, illetve, hát amiről még eddig nem beszéltünk, a honvédelmi verseny, amit meghirdettünk a pápai középiskolások, illetve a pápai pápa környéki általános iskolások számára. Logikai versenyekkel készülünk, hadtörténelmi totóval, különböző ügyességi játékokkal, akadálypályát állítunk fel, ahol mesterséges és természetes akadályokkal kell megküzdeni a versenyzőknek, szellemi totó, akkor lesz egy olyan érdekes feladat is, hogy teherautó gumit kell elhúzni bizonyos idő alatt, bizonyos távolságra. Azt gondolom, hogy nagyon színes programot állítottunk össze a versenyzőknek, és szeretettel várjuk őket. Ez nekünk most az első ilyen kezdeményezésünk. Valahogyan onnan jött az ötlet, hogy már annyi versenyen voltunk, tehát ez a Honvéd Kadét program annyi lehetőséget biztosít a tanulóink számára, hogy arra gondoltunk, hogy és mi lenne akkor, ha nem mi mennénk most, hanem mi hívnánk másokat, más középiskolásokat, illetve általános iskolásokat, mert hadd ismerjék meg mások is azt, hogy milyen jó így együtt játszani, együtt dolgozni, hogy számíthatunk a másikra. Ez egy olyan nagyszerű dolog, és azt gondolom, hogy hiánypótló verseny itt a környékünkön. Természetesen hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez nem egyedül szerveződő verseny. Maximálisan számíthatunk az MH47. Bázis repülőtér támogatására, a fenntartónk a Pápai Szakképzési Centrum támogatására, és hát tagadhatatlan, hogy külső szakmai közreműködők nélkül sem tudnánk igazából nagyon színvonalas és szép versenyt meg programokat kitalálni. A judó foglalkozáson szép számú diáksereg volt jelen. Itt a lőtéren mennyien vagytok, hány fővel érkeztetek, és hány alkalommal vagytok itt? 3 alkalommal voltunk, és itt és minden alkalommal 20 tanulónk vett részt, és próbálta ki. Van, aki életében először ezt a sportot, és nagyon örülök neki, hogy még idén túl is vannak, akik szívesen maradnak és próbálgatják a saját határaikat, és rájönnek arra, hogy sokkal többre képesek, mint amit gondolnak magukra. A Kadét programhoz kapcsolódóan a közgázosok több versenyen is képviselték Pápa városát. Az 1000 év katonái versenyen vettünk részt, a döntőbe kerültünk be, és 15. helyen végeztünk. Ebben a hónapban volt, március 12-én. Múlt héten akadályfutó versenyen voltunk Celdömölkön, Vulkárán elnevezésű versenyen. Hát egy hatalmas élmény volt. Tehát ha valahol lehet a kondicionális képességeket fejleszteni és kipróbálni a saját fizikai teljesítőképességünk határait, akkor ez az volt. Hatalmas élmény volt a diákoknak, akik úgy jöttek haza, hogy ha holnap lenne még egy ilyen verseny, arra is mennének. Sós Viktória, a közgáz 10. B-osztályos tanulója is ott volt a celdömölki akadályfutó versenyen. Ez egy terep és akadályfutó verseny, a kadét csapatoknak 5,5 kilométeren 28 akadályt kell teljesítenük. A csapattagok idejének az összessége fogja majd megadni a végleges sorrendet, hogy ki hányadik helyezést ért el. Sokféle akadály volt, majomlétrán kellett másznunk, nehéz súlyokat kellett fölvinnünk a hegyre, elméletileg futva, de senkit nem láttunk futni vele. Igazából mindenféle akadályok, amit csak el tudnak képzelni. Nehéz traktorgumit kellett húznunk, többféle olyan feladat volt, amin a saját súlyunkat kellett megtartanunk, és így mozognunk. Mennyire vagy megelégedve a csapat, illetve a saját teljesítményeddel? Én nagyon örülök, hogy így összekovácsolódott a csapat. Nem gondoltam volna soha, hogy én ilyen versenyen részt fogok venni, de bármikor újra teljesíteném ezt, mert nagyon megtetszett. A csapat is nagyon összeállt, és nagyon számíthatunk egymásra bármikor.